Azt mondja, harmadszor esik el. Hát ha a második elesés Rákóczi volt, akkor ki lehet a harmadik? Ami után gyakorlatilag nem tudott a magyarság máig lábra állni. 1848-49. Ne felejtsük el, hogy mi az után kerültünk abba a helyzetbe, hogy elfinnugorosítottak bennünket. Tehát teljesen elrabolták a múltunkat. Tehát az az önkényuralmi időszak, az erre volt jó. Tehát miután jelenében nem tudták megtörni a nemzetet, a múltjában kellett megtörni. Ez azért nagyon fontos kérdés, mert innen nagyon nehéz ám fölállni. Tehát még aránylag jó gondolkodású embereket is ismerek. Köszönöm, na jó, a finnugor az már egy bebetonozott dolog, ahhoz ne nyúljunk. Miért ne nyúljunk? Ordít, hogy hazugság. Semmiféle realitás alapja nincsen. Még nyelvészetileg sem, nemhogy a ráépített őstörténet. Ezt a kérdést alapjaitól újra kell tárgyalni. Tetszik? Nem biztos. Akkor is újra kell. Tehát ezek nem olyan dolgok, amiken érdemes elkezdeni vitatkozni. Teljesen más képet mutat egy jelenlegi régészeti képlet ugyanerről a korról, mint amilyet nekünk ma lefestenek nyelvészeti alapon, egy eleve elhibázott nyelvészeti alapú úgynevezett őstörténet keretében. Ezen nincs mit vitatkozni. Egyszer át kell lépni rajta. Az igazság mindenképp elő fog bújni. Tehát egyet biztosan lehet tudni, hogy itt úgy vagyunk földhöz lenyomva, hogy innen saját erőből már nem lehet fölemelkedni. És ez bizony 48-49-ben történt. Úgy fejezték le ezt a nemzetet, hogy erről ma az átlag magyar embernek egyszerűen fogalma sincs. Mert mi már Ferenc Józsefet csak mint a jó öreg uralkodót szoktuk meg, aki engedi, hogy Kossuth szobrokat állítsanak föl az országban, aki engedi, hogy Rákóczi hamvait hazahozzák. De hogy milyen áron történt mindez? És hogy a mai Bécs, amit hát már nagyon nem csodálnak meg, mert egy kopott vacakócska város lett, na de ez kinek a pénzéből épült? Lehet háromszor találgatni. Tehát olyan nagyon ne kezdjük el már mostan az utolsó előtti Habsburgot dicsérgetni, mert nem szolgált rá. És egy biztos, hogy a tudati tönkretétele a nemzetnek ebben az időben történt. És egy nemzet, amelyet tudatilag tönkretesznek, azt én hiába pumpálom gazdaságilag, mert az nem fog tudni talpra állni. Egyébként nem is pumpálta gazdaságilag sem. És még egyet ne felejtsünk el, ugyanaz a rákfen, ami máig mar bennünket, hogy kelet felé, konkrétan Galícia felé nincs határunk. Onnan az jön be, aki nem röstel. Na most nem egy röstelkedős família, aki onnan tódul be. Csak akkor még ezeket nem lakóparkoknak nevezték. Tehát itt azért nagyon vigyázni kell, mert olyan állapotban volt a magyarság, hogy nem tudta magát védeni. És hát ilyenkor jönnek a csótányok, ilyenkor jönnek a tetvek, ilyenkor jönnek a poloskák, tehát minden, ami vérszívó, ami parazita. És mikor már bent van, akkor már én meghirdethetem a demokráciát. De milyen demokrácia az, amikor a poloskának, meg nekem, akinek a vérét szíve, egyenlő jogaink vannak? Az milyen demokrácia? Amikor a tyúkudvarban egyenlő joga van a rókának és a tyúknak. Tehát azért vigyázzunk itt, mert úgy játszanak a fogalmakkal, ahogy nem röstelnek. És még egyszer mondom, a röstelkedés nem jellemző tulajdonság. Tehát bizony itt a harmadik elzuhanás az a 48-49-es. És akkor utána következik, megfosztják ruháitól. Mikor fosztották meg a magyarságát a ruháitól? Trianonban, hát ezt már kórusba kéne mondani. Trianonban. Hát annyira egyértelmű. Na most valamit azért jó tudni, Trianont soha nem szabad elfelejteni. Nem nekünk, nem saját sérelemként, ez az emberiség sérelme. A Trianon az azt jelenti, hogy háromszoros nem. Na most ez azt jelenti, hogy egyszer az isteni törvényekre. Amit az Isten egynek teremtett, azt ők szétdarabolták, nem tudom én, 4-5 részre. Most már nem is tudom, hány résznél tartanak.
A második az egész egyszerűen az eszélyességre. Tehát lehetett tudni, hogy ez hosszú távon fönntarthatatlan. Tehát azt jelenti, hogy ami eddig egymásra utalt országrészek szerves együttese volt, az most mind külön-külön vásárolja a gabonát, persze ezért is osztották ennyi részre. Külön-külön vásár, nem innen, ahol két lépésre van, és ami jó minőségű, hanem veszi a franciát, veszi a bóvlit, mit tudom én, a dánoktól, veszi a még bóvlit angoloktól, és így tovább, és így tovább. Tehát ami együtt nagyszerűen megoldható lenne, az külön-külön mindegyiknek terhes, nem csak a magyarnak. És akkor a végén, hát van olyan, amire azt mondja az ember, hogy méltányosság. Hogy legalább egy falut ne a közepén vágjanak ketté. Hogy egy város, szóval, vagy nem tudom én, hogy egy Ronyvára ne mondják azt, hogy hajózható folyó. Egy Ipolyra ne mondják, hogy hajózható folyó. Nem egyszer fordult el, három ilyen folyócskát ismerünk. A harmadik délvidéken van. Mégpedig ott olyan Csóka környék, illetve ahol átlépjük a határt most. Horgosnál, ott van, a nevét se tudják, olyan pici határfolyó lett. És eladták ennek nem is tudom már jelzővel méltatni, annak az úgynevezett békebizottságnak, hogy ez hajózható folyó. Tehát ezt azért mondom, mert itt olyan sérelem érte az emberiséget, ez nem a magyarság sem, mi túl fogjuk élni, ez az emberiség sérelme. És háromszoros nem. Most azt jelenti, hogy ez háromszoros igennel nekik kell jóvá tenni, de nekünk figyelmeztetnünk kell, hogy még mindig ott van. Még mindig ott van a bűn, tessék jóvá tenni. Nem mi nekünk kell jóvá tenni. Nekik kell. Tehát ez nem ugyanaz, hogy én most minden elszakított magyarért kérek fejenként 25 ezer eurót. Lehet sékelben is fizetni. Nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy van egy bűn. Ez a bűn, ez szégyen, és ez a szégyen az emberiség szégyene. A mai napig egyetlen egy állam sem jelentett be tiltakozást hivatalosan Trianonnal szemben. Bármilyen furcsa, annak idején Lenin elvtárs volt az egyetlen politikai vezető, aki legalább annyit mondott, hogy no-no. Ennek természetesen semmiféle politikai súlya nem lett, de legalább belekerülhetett a tankönyvekbe. De arról már szó sem volt, hogy a Lenin szellemében tevékenykedő Szovjetunió esetleg ide adja nekünk Kárpátalját, ami ugye a Magyar Királyság része volt. Eszébe nem jutott. Sőt, volt a Kis-Szelmenc és Nagy-Szelmenc között, ezt tudjuk, mert mostanában adták a tévébe egy pár szállat, jártam ott, fényképeztem. Tehát azt jelenti, hogy ott van a két falu között, ami már rég egybeépült. Ott van a határ. És a nagyszelmenciek, azok még Szlovákia, Kis-Szelmenc már Ukrajna, és amikor kettévágták őket, a nagyszelmencieknek a földjeik még ott voltak Kis-Szelmenc határában, de már le se aratták. És amikor valaki mégis átment, learatta, akkor az árokba belefordítatták a szekeret. Tehát, hogy érthető legyen, itt olyan mértékű az aljasság, amit semmi mással nem lehet összevetni. Tehát egyetlen mód van, hogy ezt felettessék az emberiséggel, le kell fedni egy másikkal. Érthető? Ezt én nem akarom itt tovább részletezni. Kell valami, amivel lefedjék. Ezért kell azt a bizonyost, amivel lefedik, viszont naponta újra és újra, és minden fórumon is szajkózni, és innen, oda, onnan, ide, előről, hátra, hátulról, előre, és itt tovább. Mert nem hallatszik elő alolla azoknak a legyilkolt magyaroknak a hangja, akikre egyszerűen élő mi voltukban ráhorták a földet, ugye délvidéken, semmi más bűnük nem volt, mint hogy magyarok. És még napokig lehetett a jajszót hallani, és mozgott a föld. És ezek csak a feltárt adatok. Na most az, hogy ezt lefednek olyan dolgokkal, amikkel lefednek, ez megint az emberiségnek szégyene. Az emberiségnek. Tehát ezekre most már nagyon figyelni kell, és nem félni attól, hogy hú, ott sutyorognak, hogy ez antiszemitizmus. Nincs antiszemitizmus. Nincs. Nagyon szeretjük az arabokat. Legalább annyira szemiták, mint a zsidók. Ezt gondolom tudjuk. És ne beszéljünk mellé.
Itt az emberiségről van szó, nem kivételezett egyik vagy másik részéről. És ezt nem árt most már úgy szépen, csendben, nyugodtan, de kimondani. Mert ennek jött el az ideje. Tehát minden esetre adva van ez a lemeztelenedés, és akkor, hogy valamit biztatót mondjak, bár azt hiszem, hogy elég sok biztatót mondtam, hát maga az, hogy ezzel a sorssal összevethető a sorsunk, ez maga egy biztatás. De azért azt nem árt tudni, hogy a számon tartott szent helyek, tehát amelyek a legtelítettebb szent helyek a Kárpát-medencében, egytől egyikben maradtak. Most ez meglepően hangozhat, mert ha valakitől megkérdezem, hogy melyik a szent hely, a szent hely, hát Csíksomlyó. Na vigyázat, na vigyázat. Vigyázat, mert ott már működik a pumpa. Tehát persze, nagyon fontos szent hely, nagyon-nagyon fontos, de hál' Istennek a trianoni határokon belül maradt minden valóban jelentős, tehát a létfontosság a magyarság, és ezáltal az emberiség számára mindben maradt. És nem baj, ha az van föltupírozva. Egyáltalán nem baj. De azt már gondolom észrevettük, már régen nem kegyhely. Tehát Csíksomlyó az már régen, hát ha tetszik, ha nem tetszik, bizony a magyarság gyülekező helye, és ennek nem csak a románok érzik így, minden magyar ember, ha egy picit normális és őszinte tudja, ennek ma már a politikai súlya nagyobb. Tehát ez azt jelenti, hogy bizony imádkozunk, bizony nagyon fontos, hogy együtt imádkozunk, de itt már hát bizony nagyon sokan ott vannak azok, akik csak azért mennek ki, még legjobb esetben is, mert magyarokkal így egy hatalmas tömbben máshol nem tudnak találkozni. Ezt tudjuk, hogy ha számosságot nézzük, Csíksomlyó jelenleg a világ legnagyobb búcsújáró helye. Messze nagyobb, mint akár Lourdes, akár Fatima, akár nem tudom én, Garabandal, vagy Medjugorje, és itt tovább. Na jó, de ennek megvan a hátulütője is. Tehát itt lehet Habsburgot, mint királyi herceget üdvözölni hivatalosan, ami szégyene ennek a rendezvénynek. És lehetett még olyat, pápai kiküldött fülem hallatára mondta el, olaszul, hogy azt üzeni a Szent Atya a magyarságnak, hogy béküljön meg a románokkal. És miután ezt olaszul mondta, tehát értették a székelyek is, akik ugye kénytelenek románul tudni, meg értettem én is, mert annak idején tanultam olaszt. És már sziszegett a társai része, és aki fordított, egy magasrangú papi személyiség volt, ezt a mondatot nem fordította le. Nagyon bölcsen nem fordította le. Tehát ezt csak azért mondom, mert itt most nagyon mennybe menesztették az elhunyt pápát, azért vigyázat a magyarsággal szemben nagyon-nagyon kétséges volt a szerepe. Több, mint kétséges. Tehát minden esetre az a legkevesebb, hogy nem ment ki Erdélybe, miközben bejárta Romániát, de halála után ezt az itteni főpapi körökben úgy állították, hogy elment Erdélybe. Tehát magyarul még hazudtak is a szemünkbe. Holott nem. Pedig nagyon várták, mint a zsidók a messiást úgy várták. Tehát most nem fogom felsorolni a további ilyen kedves meglepetéseket, amiket 26 év alatt okozott a magyarságnak, de azért tudni kell, hogy ebben a 26 évben Vatikán nem a magyarság mellett állt. És ez volt az egyetlen pápa, aki hivatalosan elismerte Trianont. Miért? Mert hozzáigazította az egyházmegyék határait. Addig egyedül az egyház volt az, amiben még őrződött a történelmi Magyarország. Már nem. Már nem. De most nem ebbe a témába akarok belemenni, mert akkor én hétig meg se állnék, hogyha ezeket a kedves meglepetéseket sorolnám. De egy biztos, hogy itt bizony a magyarsággal való kapcsolata nem felhőtlen. Úgyhogy amikor meghalt, én egyet kívántam, de azt minden tanítványomnak elmondtam, hogy én csak azt kérem az igazság urától, hogy legyen kegyelmesebb hozzá, mint amilyen ő volt a magyarokhoz. És ezt tiszta szívemből kívánom neki. Most erre van, aki cinikusan hozzátezni, nem lesz nagy vicc kegyelmesebbnek lenni. Gondoljunk csak a csángók esetére. No, ennyit erről. Tehát megfosztják ruháitól, akkor itt jön, hogy rászegezik a keresztre. Na most ezt mivel azonosítjuk? Ez viszont most nagy kérdés.
Hát erről van szó. Hát ez egyszerűen nem a sorsára rászegezni,